Sziasztok! Ez a videó egy elköszönős videó lesz, nem tőletek, de mivel nyomon követtitek azt, ami velünk történik, így tudjátok, hogy lassan 2 éve nem jön össze baba. És ez a videó most arról szól, hogy elengedem ezt a görcsösséget, ezt a mániákus tesztelést, ezt a rengeteg fájdalmat és feszültséget és haragot és izgulást, pozitív-negatív teszteket, ezeket most szeretném elengedni. Itt vagyunk egyébként az érti Dunaparton, és hát süt a nap rendesen, szóval ez most így ilyen lesz. Itt vagyunk. És hoztam valamit, ami ehhez az elengedéshez nekem feltétlenül szükséges. Mindig, amikor csináltam a kis teszteket, volt egy poharam, amiben gyűjtöttem mindig, tudjátok, a vizeletet. És most ezt a kis poharat bele fogom dobni a Dunába. Erről a kis pohárkáról van szó. Már elköszöntem tőle. Majdnem 2 éve minden hónapban rengeteg alkalommal került elő. Mindig el volt tukva így a WC-ben. És ja, most elbúcsúzunk tőle. Úgyhogy ezt fogjátok most el. Isten veled, görcs. Ráfeszülés, fájdalom, sírás, csalódás. Várlak új élet. Tudom, hogy eljössz majd hozzám. Nem tudom elmondani nektek, hogy milyen érzés. Azt hittem, hogy megkönnyebbülős lesz, hogy nem most akkor letettem. Kisírtam magam otthon a zuhany alatt. Elköszöntem az összes babámtól. De most inkább csak ürességet érzek, nem tudom. Úgy olyan űr van bennem, hogy nincsen ezek azok a kis apró pár perces kis szeánszok, amiket mindig a tesztelések alkalmával csaptam. De nagyobb lesz. Szerintem jól döntöttem, és kicsit most igyekszek másra koncentrálni, tényleg a kresszre, a vezetésre, az otthonkeresésre, és hiszem, hogy egyszer lesz nekem is kisbabám. Egyébként indítottam egy másik YouTube csatornán, Gólyaváromásék címmel, lerakom majd az infoboxba a linkjét. Ez olyan kisbabáért küzdő, lombikós, inszemes, vérhigítós, küzdelmes, harcos anyukáknak szól, leendő anyukáknak, akik szúrják magukat, progeszteront adnak maguknak, szóval akik nagyon sok külső segítséget vesznek igénybe azért, hogy legyen kisbabájuk. És én, amikor használtam az Utrogesztán kúpot, akkor mindig a férjem elvonta a figyelmemet, és mesélt közben. És ebből jött az ötlet, hogy akkor én is csinálok egy ilyen kis mesesorozatot, hogy ameddig szúrjátok magatokat, például stb. Addig be tudjátok ezeket a kis pár perces folytatásos meséket tenni, és akkor elterelje a figyelmeteket. Még elég kevesen vagyunk itt, de azért nézitek őket, úgyhogy gondoltam, hogy akkor itt is beharangozom. Úgyhogy ha úgy érzitek, akkor iratkozzatok fel. És én most így a nap hátra lévő részében kicsit igyekszem töltekezni. Nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű helyen vagyunk, süt a nap. Itt vagyunk a Dunaparton. Ébred a természet. Énekelnek a madarak. Még minden szürkés, de azért már van zöld is benne. Igyekszek erre koncentrálni, meg arra, hogy van egy férjem, aki
mindennél jobban szeret, és egyszer minden rendben lesz. Úgyhogy le is zárom most ezt a videót. Köszönöm, hogy megnéztétek, köszönöm, hogy velem sírtok. Legyen szép napotok!